Munkában az óriás daruk fényes litke mellett az East West Gate vasúti intermodális terminálon. Rakodják a 20 lábas konténereket, az azokat mozgató szerkezeteket pedig egy időben néhány száz méterre a helyszíntől egy operatív szobából irányítják 5G-s technológia segítségével. Üzemszerűen működik a másfél éve átadott kereskedelmi csomópont. Most, valamint a következő hónapokban pedig tovább bővül a vállalat eszközparkja, számolt be róla Tálosi János vezérigazgató szerdán. Európa egyik vezető leasing cégétől béreltek nagy térfogatú zöld vagonokat, melyből 30 gabonaszállító érkezett meg, még 30 érkezik május végén, júniusban, júliusban pedig újabb 60 tartályvagont várnak. Jelenleg 170 fős létszámmal dolgozunk, gyakorlatilag feltöltöttük a jelenleg a működőképességhez szükséges létszámot. Jól képzett, fiatal, 33-35 év közötti átlag életkorú kollégákat sikerült felvennünk. Várhatóan ez az elkövetkező 2-3 évben a létszám szükségletet fedezi. Az eszközparkot jelentősen növeltük, mozdonyokat leasingeltünk, vasti kocsikat leasingeltünk, tehát gyakorlatilag a terminál és a cégcsoport, ugye a EVG Rail és az EVG Customs és a terminál minden eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy ez a forgalom jelentős növekedést érjen el. Ennek része a Vaszkózáton most átvett 30 gabonás kocsi, amiből még jön 30, és az a 60 olajos nyers étolajat szállító vagon is, ami szintén a kapacitásunkat növeli. Az East West Gate által üzemeltetett zöld gabona szállító vagonok 95 köbméter térfogatúak és 20 tonna önsúlyúak. A régebbi típusú kocsiknál könnyebbek, ezért több árut, nagyjából 2 kamionnyit tudnak szállítani. Így jelentősen olcsóbb velük a fuvarozás, mivel a fuvardíjakat jellemzően nem súlyra, hanem vonatszerelvényenként határozzák meg. A vagonok szerte Európában tudnak közlekedni, ahol a vasúthálózat normál nyomtávú. Az első üzlet, amit megkötöttünk, az az úgynevezett zsebes kocsik terén jött létre. Ezek olyan speciális intermodál vagonok, amelyek ikerkocsik, ha tengelyesek, trélereket, illetve konténereket lehet rárakodni. Tehát ezzel is elősegítve, hogy a közútról a vasútra tereljük a forgalom egy részét. A sajtótájékoztatón elhangzott, az Ukrajnában zajló háború miatt az intermodális vasúti kereskedelem visszaesett, így a fényeslitkei terminálnak is alkalmazkodnia kellett a megváltozott körülményekhez. Ezért lett most kiemelt jelentőségű az ukrán gabona és nyers étolajszállítás. Tálosi János ugyanakkor optimista azt illetően, hogy a vasúti árufuvarozás más területeken is fellendül. Azt gondolom, hogy minden háború egyszer véget ér, reméljük, hogy minél előbb. El se tudjuk képzelni azt az árumennyiséget, amire ott szükség van ahhoz, hogy a károkat helyrehozzák. A másik pedig, hogy a vasút szerepe szerintem fel fog értékelődni. Felértékelődik még pedig azért, mert ez a forgalom most visszaesés van, ugye erről beszéltünk itt is. Ez csak átmeneti. Ez a gazdaságnak a növekedés ütemének a lassulása miatt volt, de most, ahogy ez újra visszajön, és megindul Ukrajna fele is befele az áruforgalom, én azt gondolom, hogy nagyon jelentős növekedésre lehet számolni. A vállalatnak egyéb iránt a gazdasági helyzettől függetlenül is vannak rövid távú céljai. Az eseményen elhangzott, 3 hónapon belül elindíthatnak egy naponta közlekedő kamionbontatmányokat szállító járatot Munkács, Bátyú és a Fényeslitkei terminál között. Ezzel jelentősen tehermentesíthető a kamionforgalom az ukrán-magyar határon, ahol az utóbbi időben jelentősen megnőtt a várakozási idő.